1995-ben olyat látott a világ, amire addig nem volt példa, amely valószínűleg velünk marad, amíg film a film. A Pixar bemutatta a világ legelső egészestés komputeranimációs filmjét, ami nem csupán megvalósításban, de meseszövésben is mesterműnek bizonyult. Az egész világ leborult a Toy Story előtt, az akadémia még egy különleges Oscart is megítélt a Pixar alapító, nem mellesleg a filmet rendező John Lasseternek. Lehetne szidni a Pixart amiatt, hogy gyakorlatilag kinyírta a sok-sok évtizedre visszatekintő hagyományos animációs technológiákat, de a megvalósítás a Pixar kezében mindig is csak eszköz volt ahhoz, hogy semmivel sem összevethető történeteket meséljenek el. Úgy éreztük, itt az ideje sorba raknunk korunk animációs nagyhatalmának játékfilmjeit, azok közül is azokat, amelyek szerintünk a Pixar legjobb 10 animációs filmje közé sorolható. John Lasseter szerelem gyereke méltánytalanul alulértékelt darab. A Thomas a gőzmozdonyt idézően gyermeteg megjelenéssel bíró, ezért első pillantásra visszatetszőnek tűnő autók nem csupán egy fantasztikusan realizált, habár sok tekintetben funkciótlannak tűnő világot népesítenek be, de egy olyan történetet mesélnek el a generációk közötti szakadékokról és a rohanó világ visszásságairól, melyre kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdemes odafigyelni. A cselekmény ügyesen kerüli, illetve lovagolja meg a sportfilmes kliséket, Villan McQueen jelenfejlődése a legjobb pixári minőséget hozza, de nem csak az övé, hanem mentora Hudson Doki is. Ha pedig nem görcsölsz rá túlzottan, akkor Matuka sem annyira idegörlő. Lehet, hogy a szörnyertén mögött nincsenek olyan mély gondolatok, mint a legtöbb Pixar moziban, de a stúdió egyik legnagyobb fantáziájával megalkotott produkciója, amely alapötletétől kezdve világának felépítésén és benépesítésén át, egészen a zseniális filmvégi ajtós üldözésig hihetetlen kreativitásról tesz tanúbizonyságot, melyhez formabontó animáció, remek szinkron és frenetikus poénok tartoznak. A szörnyek birodalmába áttévedt kis bútól pedig majd a legkeményebb szív is megolvad. A 90-es években a Disney még azt az üzletpolitikát követte, hogy a mozi sikerekhez csak videón megjelenő folytatásokat gyártott, és a Toy Story 2 is ilyennek indult, csak hogy a Pixar annyi munkát és ötletet fetszölt Woody és Buzz második kalandjába, hogy a Disney végül megszavazta a filmnek a magasabb költségvetést és a mozi bemutatót. És milyen jól döntöttek? A Toy Story 2 izgalmas háttérsztorit, bonyodalmat gyárt Woody karakteréhez, amely remekül visszaadja azt a dilemmát, amivel karrierünk során magunk is szembesülünk, a pénzt vagy a szakmai kiteljesedést válasszam. És a film most először érinti az elmúlás kérdését is, ami majd a harmadik filmben teljesül ki igazán. A Pixar történetének legnagyobb sikere olyan horrorisztikus jelenettel kezdődik, melyet élőszereplős filmektől se nagyon látni, ugyanakkor tökéletesen megmagyarázza, miért olyan idegesítően túlféltő Nemo édesapja, aki, mikor fia elveszik, habozás nélkül átszeli érte az egész óceánt, de talán a legnagyobb teljesítménye mégis az, hogy legyőzi a félelmeit. A Nemo nyomában tele van fantasztikusan kitalált figurákkal és poénokkal, ugyanakkor ügyesen karcolgatja a szívet is azzal, hogy a film tulajdonképpen arról szól, hogy három főszereplője, Pizsi, Szenilla és Nemo sikeresen lép túl az árnyékán. Csak a Pixar lehet olyan merész, hogy animációs filmjének főszerepéül egy vénember tegyen meg, és szintén csak ez a stúdió lehetett olyan elvetemült, hogy filmjét egy minimesterművel kezdje, amely életről és halálról regél valami elképesztően szívbemarkolóan. Ugyanakkor nagyot téved az, aki úgy érzi, a fel zsenialitása itt véget is ér. A film nem csak olyan felületes, habár kétségkívül hatékony üzenetekkel zsonglőrködik, mint hogy soha nincs elég késő az újrakezdéshez, hanem ennél mélyebb témát, a síron túl is tartó szerelmet boncolgatja, azt, hogy annak hogy kellene átértékelődni az emberben, mielőtt teljesen elsorvad. Ezt a szerelmet a felben Carl Fredricksen háza reprezentálja, melyet végül csak hajlandó elengedni. No, ekkor kell csak igazán sírni. Mondhatnánk, hogy az agymanók azért kapott mindenhol olyan jó értékeléseket, mivel általa a Pixar végre visszatért korai zseniéhez, de a film önmagában is bámulatos teljesítmény. Az emberi elme rizikós táptalaj egy animációs filmhez, mert egy-egy ötlet meglehetősen transzcendens dolgokhoz vezethet, ám az agymanók végig következetesen a kicsik számára is érthetően, de a felnőtteknek sem túl naívan mutatja be a fejünkben kavargó gondolatokat és érzelmeket, és a nagy fejkalandból végül egy örökérvényű igazságot hoz ki. Ahhoz, hogy az élet örömeit igazán értékeljük, tudnunk kell azt is, hogy milyen érzés nélkülük élni. Mielőtt a nagy szuperhősláz igazán felpörgött volna, a Pixar megalkotta a zsáner egyik legjobb darabját, melyre alig lehet animációs filmként tekinteni. No nem azért, mert olyan fotorealisztikus lenne, a stúdiónál ez soha nem volt szempont, az animátorok mindig is arra törekedtek, hogy az animáció kifejező legyen. A film pedig azt fejezi ki, milyen lenne egy mai körülmények között készült 70-es évekbeli kémfilm. A figurák, a díszletek, az atmoszféra, de még a beállítások is azokat a korabeli beállításokat idézik,
A humor pedig soha nem megy a történet vagy éppenséggel a dráma rovására. A filmben ugyanis egyszer sem érzed azt, hogy ezek a hősök halhatatlanok, pedig szuperek. Brad Bird rendezése olyan egyéni ötvözete több különböző zsánernek, hogy simán lehetett volna franchise-ot építeni rá. Meglepő, hogy ilyen sokat kellett várni a folytatásra, ami majd csak jövőre készül el. Előzetesen, főleg azokat a semmit mondó előzeteseket látva, kevesen gondoltuk volna, hogy 11 év után érdemes még visszatérni az életre kelt játékok világába, hogy aztán a Pixar durván rácáfoljon az elvárásokra. A Toy Story, a Wall-E és a Fel mellett a stúdió legérettebb filmje, amely olyan témákat jár körbe, mint az elengedés, a kapuzárási pánik vagy a berögződésektől való elszakadás kényszere. Az új karakterek fantasztikusak, főleg Macó, a lámpás cég talán legjobb főgonosza, valamint a szexuális beállítottságát tekintve meglehetősen megkérdőjelezhető Ken, a spanyol módra állított Buzz tércsapkodóan vicces, és minden erényén felül ez a film kínálja az animációs filmek legjobb szökési jelenetét. A búcsú pedig egyszerre varázslatos és könnyes, kitűnő lezárása lenne ez a film egy tökéletes trilógiának, csak hogy készül már a negyedik rész. Vannak vélekedések, melyek szerint a Wall-E-nak csak az első fele mestermű. Az a néma tragikomédia, amelyben egy egyedül maradt robot megismeri, megszereti, majd elveszíti szerelmét, de mindvégig kitart mellette. A film második fele valóban egészen más hangot üt meg. Játékos, pörgős akciókomédia lesz belőle egy gigantikus űrhajó fedélzetén, ám a történet keretét adó alapból bátor sci-fi vonal itt lesz csak igazán mély. Már-már Kubrick ilyen cinikus, egyben emberi is, hisz láthatjuk, mit tett a jólét és a technológia az emberrel, és mit tesz az ember, ha szemét felnyitva meglátja a reményt a változásra. A film legutolsó jelenetén, azon a kis szikrán, pedig órákat lehetne vitatkozni, hogy mit igazol, vagy hazudtol meg. De mivel a Wall-E mindenek előtt egy szerelmes film, hát kellett ez a beteljesülés. A nagy közönség számára készített animációs filmekben akkoriban még szinte elengedhetetlenek voltak az énekes betétek, a vicces mellékalakok, legtöbbször állatok és szinte kizárólag valamilyen letűnt korban vagy fantáziavilágban játszottak. Erre jött ez a cég és forgatott egy filmet, ami jobbára egy kertvárosi házban játszódik, egyik szereplője sem fakad benne darra, és szereplői nem azért viccesek, mert vicceskedniük kell. Persze, nincs olyan gyerek, aki ne gondolt volna úgy a játékairól, hogy azok valójában élnek, és ha nem figyel oda, akkor talán meg is mozdulnak, ám ez az alaptétel csupán ugródeszka egy nagy barátság kezdetének bemutatásához, melyet féltékenykedés és ignorancia előz meg. Mint a Pixar legtöbb filmje, úgy a Toy Story is mélyen emberi, és lehet, hogy a kidolgozottság azóta durván sokat fejlődött, az animáció gördülékenyebb, a történetmesélési ritmusosabb lett, de soha semmire nem csodálkoztunk még rá úgy, mint akkor 1995-ben arra a benzinkútra beguruló gigantikus kamionra, ami hőseinkkel együtt majdnem minket is kilapított. Ezek lennének a Pixar top 10-es darabjai szerintünk. Ti miképp vélekedtek róla? Esetleg más filmek is felfértek volna a legjobbak közé? Írjátok meg nekünk odalent komment formájában. Hamarosan újra találkozunk, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Közeledem! Értettem! Nézd, ott van! Meg akar lépni! Kapaszkodjon!